Na itt a vége a májusi hónapnak, úgyhogy nézzük, mit haladtunk a csatornán. Félig meddig teljesítettük a Sonic Rivals 2 végigjátszást, ugyanis a Sonic Rivals 1 az 4 epizódos, 4 karakteres végigjátszás, az belefért az előző hónapba, viszont májusra a második rész 4 epizódja belefért, csak ugye a játék 8 karakterrel ad lehetőséget, hogy játszunk úgy, hogy a befejezése átcsúszik június elejére, viszont azokat már párba egy epizódba fogom, tehát lesz egy epizód a Sonic Rivals 2 Shadow és Metalról, és lesz egy epizód a Silver és HBO-ról. Na és ezzel a Sonicokat lezárom arra a hónapra, meg talán júliusra, mert a május is annyira tele volt, tehát itt van az állandó Sonic Speed Simulator, itt van a Sonic Forces Mobile, itt van a Sonic Rumble, amiről még egy videót azért szeretnék, mármint ez lesz az első, csak hogy egy videót szeretnék róla, de amit még jobban szeretnék, az a Jak and Dexter játéksorozat végigjátszása, úgyhogy azt kezdem el és fejezem be júniusban az első részt, nem az egész sorozatot. Tehát akkor a szokásos dolgok ott lesznek, és a Jak and Dexter, amit szeretnék végigjátszani. És Bandicoot oldaláról a Back in Time-os pályákat küldhetitek, azokat nyomom, és harcolok, hogy küzdjek a nehezebb pályáknál. De van egy kis újdonság is, a Glide the Dragon játéknak a demoja fog elvileg megjelenni 10-én, hát meglátjuk, hogy akkor tényleg sikerül elhozniuk neki. És ha már sárkányok, akkor készült egy érdekes dolog, amit szeretnék júniusba végigjátszani. Az Angels with Scaly Wings című játékhoz készült egy mód, ami ilyen történet alapú, és elvileg rólam szól, vagy nekem szól, vagy magyarul szól, annyit tudok, hogy Geri sokat dolgozott vele, és jó hosszú is lesz, úgyhogy azt valamikor végigjátszom, megnézem, mi a helyzet, és közzéteszem. Már előre köszönöm, hogy foglalkoztál vele, Geri. Megjelenésben még a Smurfs Village Party fog megjelenni, amit nem tudom, hogy talán egy videót összefoglalom, mert ezek a hupikék, törpikékes játékok már régóta, évek óta jönnek, és ez is akkor a sorozat része lesz, platinázom. Platináztam még a Crash 2-t is élőbe, és elkezdtem az előrehaladást a Crash 3-mal, úgyhogy az a platinázás a csütörtöki élőknek a célja. És májusban is folytattam a régebbi PlayStation játékok maxolását, és ezek közül hát felsorolom őket, a Battleship, Castles, a Penny's Big Breakaway, a Road Bustle Online, ezt láttátok, a Defunct, a Tetrominos, a Crash 2, és a Playroom 1, illetve a Playroom VR, illetve a Horizon Chase Turbo, amiket végig maxoltam májusba. Elég sok játékot, de ezek nem mindegy, alig-alig készítek ezek a videók, mert ezek régi játékok voltak, amiket megvettem. Nem annyira platformeresek, viszont a Playroomról szeretnék egy videót, és a Playroom VR-ról egy videót készíteni júniusba. Elmondom a véleményet, illetve felhívom figyelmet arra, hogy ki szerepel benne. Vannak még olyan játékaim majd júniusban videón kívül, amit játszok, hogy megszerezem a trófeákat. Amit nem tudok, hogy kezdjek el játszani, az ugye a Multiversus, mert az is egy free-to-play játék, lehetne együtt játszani, hogy most azt játszunk, vagy ne játszunk, az egy jó kérdés, mert egy ilyen verekedős játékról van szó, de ilyen platformer verekedés van, ami hasonló. Erről írjátok le, hogy mit szóltok a hozzászólásba. Multiversus igen vagy nem? Mert a Fall Guys legutóbbi update-jében egy kicsit csalódtam, és lehet, hogyha nem változik ez, akkor ez ennyi lesz. Egyébként június 4-én jön elvileg az új Fame Pass, meglátjuk, hogy mit frissítenek, mit változtatnak a játékon. Annyit tudok, hogy én eljutottam a 70-esig, kimaxoltam, meglátjuk, hogy akkor változtatnak-e a játékon. Jöhet a június.